karaktert. Hát akár... Itt az egyik tüzelő fajta. Kit látunk, mit látunk a képen most? Ezen bükk kalodás fizifa van, aminek körülbelül egy olyan 10-11 háza körül van a súlya. Ez az 1,7 erdei köbméter, az egy köbméteres kaloda. Ez praktikus tárolás szempontjából, szállítás szempontjából. Meg ez egy biztos mennyiség. Mennyis. Így van, így van. Aztán, hogyha elfordulunk, akkor itt látunk így felhalmozva mindenféle fa maradékokat. Őket hogy hívjuk? Ezek a gyártási melléktermékek. Ebből ez a parketta maradék. Maradék, illetve hát ugye ajtókat, ajtótokokat, ilyesmiket, ajtólapokat csinálnak belőle. Uh-huh. Ez kimondottan egy ilyen. Ez is egy kemény fa, tehát viszonylag magas a fűtőértéke, tehát uh-huh. 3000-3500 kalória között van, tehát nem egy ilyen fenyő minőségű, hanem ez egy keményebb fa, tehát ez is kiválóan alkalmas, akár kazánba, akár folytonégőbe, cserépkájába, tehát... Megyünk tovább, és aztán ott látunk nagy rönköket. Így van, ezek a... Ez az ugyanis méteres. Méteres rönkök, így van, ezek még nem konyhakészek, ugye ezt darabolni, hasgatni kell. És ha tovább megyünk, akkor itt van egy ilyen hasítógép. Hasítógép, igen. Igen, és ott már mögötte látszik is a hasított, a hasított rönkök, ami gyakorlatilag elő van készítve. Ezzel ez már konyhakész, minimális. Konyhakész állapotban van, ebben van vétnyabb, vastagabb, ahogy sikerül. Ugye van, aki a vétnyabbat keresi, van, aki a vastagabbat, illetve ott van a kuglizott, ami 30-35 centis hosszúságban van, azokat még hasítani kell. És aztán háttérben az pedig megint látunk. Az már nem a miénk, akkor visszajöttünk ide. Na beszélgessünk árakról, nyilvánvaló. Beszélgessünk árakról, egyelőre a fa árakról. Egy tólibot szeretnénk tudni. Hát a tűzifa nálunk, ugye mi csak áfáson értékesítünk, a tűzifa áfáson a méteres bükkfa, az 2400 forint, a hasított 2000. Mázsájáról beszélünk? Mázsájáról, így van, mázsájáról. A kuglizott az 2600, a hasított pedig 2800, ugye ez további minden egyes részlet feldolgozása kerül. Az úgynevezett kalodás? Pedig 29900 forint egy darab. Nagyon sokszor érkezik panasz olyanoktól, akik mondjuk újságból rendelnek szenet és házhoz szállítás és minden, hogy a mennyiség az kiderül utólag, hogy jócskán kevesebb, mint a kifizetett. Hogyan lehet ez ellen védekezni? Hát, milyen trükkök vannak? Kezdjük a trükkökkel. Mi, tehát nálunk mi nem szoktunk trükközni, hát, mert a szlogenünk is az, hogy a tűzifánál van egy ilyen szlogenünk, hogy a garantált, tehát nálunk az egymáshoz garantáltan 100 kiló. Na, nekünk egy digitális hidmérlegünk van, ami számítógép vezérelt, minden autót üresen, illetve rakottan lemérlegelünk, nem is itt kint a mérlegházban van a mérlegelünk. Vásárló ott lehet végig, látja, hogy mi történik? Persze, akár láthatja végig. Nagyon sokan, mi is kapjuk ezt a visszajelzést, több helyről kaptuk már, hogy kivittünk 10 mázsa, akár 10-20 mázsa fát, kiszállítottunk, és akkor hát, hova tegye a vevő ezt, mert tavaly 30 mázsát vett, és fele ennyi volt. Hát, erről mi nem tudunk mit tenni. Ezen egyetlen egy a kivétel, ugye az árérték meghatározza, ugye neki azoknál jóval alacsonyabb áron, illetve ugye nem bruttó van, hanem úgy, ahogy van. Mondhatjuk azt, hogy feketén veszik meg a fát. Ugye ott mérlegelni nem tudnak, reklamálni nem tudnak. Nálunk, ha esetleg bármilyen probléma van, nyugodtan a mérlegegyre jöhetnek, reklamálhatnak. Egyetlen egy a biztos pont, ami ellen lehet védekezni, az, hogy csak hivatalosan, illetve hogyha úgy vásárolnak valaki úton, nagyon szívesen állunk mindenki rendelkezésére, hogy beforítják az autót ide, lemérlegeljük, rakottan, üresen, van egy minimális díja a mérlegelésnek. De annyit mindenképpen megér? De annyit megér, így van, és akkor tudja azt, hogy azt a mennyiséget garantáltan megkapta, mint ami a mérlegegyen. Hallunk ilyen trükkökről, hogy vizezik a fát, és ugye akkor nagyobb a súlya. Hát, van ilyen? Van, előfordulnak, hát lehetséges ilyen, de ez nem számottevő. Tudni, hogy akik már faiparban, tehát a fával foglalkoznak régóta, azok tudják azt, hogy ha valamelyik fa kiszárad, utána nagyon minimális vizet vesz föl. Uh-huh. Főleg a héjazan, ezek az úgynevezett kérektelen fák, mint a bükkfa és bükkgyertyán, ezek abszolút nem vesznek fel vizet. Kiszáradnak ezek utána, ha meg is ázik, csak a külseje lesz nedves, tehát nem szívja magát. Tehát akkor annyira nagyon jelentős súlynövekedést így nem lehet elérni. Nincs, nem lehet elérni vele. Hát ugye ez mutatja az is, hogy például a hegyekben, akik már láttak ilyen természetfilmeket, illetve foglalkoztak ilyen dolgokkal, ugye a fa úsztatás eleve, mert ugye a természetes
az megszívna magát vízzel, cselítődne, akkor lesüllyedne. Tehát azért nem szívja magába. Tehát ez nem, hát inkább itt az utcajárusoknál ez a lecsapás jelleg, ez működik. Inkább a súlyjal való játék. Hogyha ide jön egy vásárló, akkor jó szívvel melyik terméket ajánljon neki, ami árértékarányban, fűtőértékarányban a leginkább? A tűzifánál maradva nem igazából tudunk ugye különbséget tenni most jelen pillanatban, mert ugye mindegyik egy vágás, szinte azt lehet mondani, egy időben lett vágva. Nem azt mondom, hogy teljesen csontszáraz, de ez már konyhakész, tehát már tüzelhető, akár most. És árértékarányban? Zárójelbe teszem a csomagolást tekintve, ugye, hogy beszélünk a rönkről. Hát aki ugye egy kicsit kényelmesebb, hogy ugye a konyhakész veszi meg, annak természetesen azt a 400 forint árkülönbözetet ki kell fizetni. Nagyon sokan elviszik méteresbe, pontosan azért, mert most ezek az új kazánok olyan méretűek, hogy akár egy 60-70 centis rönk is belefér, és akkor azt tartja neki a hőt. Úgyhogy nagyon sokan viszik a méteresbe, viszik a legváltozatosabb. Ajánlani általában, ezt meg szoktuk kérdezni, hogy mi kell, sőt, ha valakinek külön vannak ilyen idősebb visszajáró vendégeink, vásárlóink, akiknek ilyen kis teatűsze, kis folytonégő van, amiben csak ilyen 20-25 centis fér be, tehát a hosszúsága nem fér be a 33-as, mert ugye egy méteres rönköt három felé vágunk, akkor annak külön legyártjuk azt a 8-10 mázsát, vagy mennyire éppen megvan a szénfajtákból. Szénfajtákból mi a árértékarányban most a leginkább most, ami egyik legfontosabb szénről nem beszéltünk, illetve nem szén, mert lignit, tehát aminek csak a 2000-2200 kalóriás a fűtőértéke, viszont csak 1216 forint bruttóba egy mázsa. Gyakorlatilag lehet mondani akkor azt, hogy árérték arányban most a lignit a legkedvezőbb fűtési? Legfelkapottabb, hát sajnos a régióból adódóan, hogy elég szegények az emberek, és megpróbálnak olyan fűtési módszerrel, ami a leggazdaságosabb, legkisebb kiadással szerepel náluk. Így természetesen a lignit az egyik legfelkapottabb termékünk, az egy ilyen havi szintben most már ilyen 1000-1400 mázsa körül értékesítünk, tehát annyi fogy el. Vannak, hát ugye a másik pedig ez a borsodi szenek, ez a dió. Beszéljünk már ezeknek az árairól is, hiszen ezeket már megnevezték. Jelen pillanatban, tehát mi a 2080, tehát a legolcsóbb az a limit, az 1216 forint, tehát azt elmondtam. Szenek közül a legolcsóbb most, amit akciózunk, az a borsodi dió, az 2800 forint, illetve vannak ezek a gyártott szenek, amit mondtam, az 2080 forint a szénpellet, ez a 14 és 18 mm hengeres tüzelőfajta. De ezzel tegyük hozzá, hogy ennek azért alacsonyabb a... Ez 3000 kalóriás, 3200 kalóriás. És a dió? Ez a fával vetekszik, a diói 3500 kalóriás. Viszont a termelt szén, ez minden gyártott szén. A fűtőérték arányában inkább a szén, mint a fa? Most inkább a szén. Pontosan azért, mert ugye elég magas a fa ára most, és így ugye akácfa, hogyha van is, akkor is ilyen 3000-3200 forint körül mozog konyhakészen, és azért egy 2800 forintos egymásra szénből sokkal több ideig tud fűteni, mint egy egymázsányi 3200 forintos fával, illetve a szénnek megvan az a sajátosság, hogy a éjszakai időszakban, illetve a kevesebb szer kell mennyire lehet tenni, tehát megrakják jól akár a kazánt, akár a cserépkáját, és az tartja a hőt egy bizonyos ideig, ugye a fa, amikor leég. Tehát akkor egy költségkímélő a szén. Van, fekete szénára, barna szénára Ukrajnából? A barna szén hát az frakciótól függően 5150 forint, tehát a frakció között értem a darabos, illetve a dió. Ugye most jelen pillanatban a darál az 5150 forint, a dió 5180, és a kockadarabos a barna szenekből, kockadarabos az 5270 forint, illetve a fekete szenek, aminek nagyon magas a kalóriája, az 7200 forint a kik viszik diója. Ezt kimondottan olyanok, akiknek olyan a kazánjuk van, ami ezt a magas hőfokot bírja, illetve ugye abból elég egy 20-22 mázsa, akár egy egész téli időszakra
még a másik fajta szenekből, mondjuk egy hazai import szénből egy 80-100 mázsát kell nekik. Tehát akkor, hogyha ezt jól összeszorozza az ember, inkább a fekete. Tehetősebbek, tehát úgymond, akinek megvan rá, nem egy kis nyugdíjas fogja elvinni minden bántás nélkül, tehát nem akarok senkit sem megbántani. Egyszerűen ezek sajnos tények. Tények, így van.